A győzelem napja. Debrecenben koszorúzásokkal emlékeztek a II. Világháború lezárásának évfordulójára. Középpontban a tánc. Több mint 30 ország versenyzői mutatkoznak be a hétvégén a Cívisvárosban. Kiesett a DVSC, a két gólos győzelem kevés volt a döntőbe jutáshoz a Magyar Kupában. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Május 9-e szerda van. Nézzük, mi történt ma a megyeszékhelyen. 73 évvel ezelőtt, 1945. május 9-én ért véget a II. Világháború az európai hadszíntereken. A győzelem napján Debrecenben több helyszínen is fejet hajtottak a harcok katonai és civil áldozatai előtt. A Nagyerdei emlékműnél tartott megemlékezésen Papp László polgármester úgy fogalmazott: mindenkinek kötelessége azért dolgozni, hogy a II. Világégéshez hasonló katasztrófa soha többé ne ismétlődjön meg. Katonai tiszteletadás mellett emlékeztek a Medgyesi sétányon arra több ezer debrecenire, akik a frontokon, a bombázások közben vagy koncentrációs táborokban vesztették életüket. Beszédében Papp László polgármester azt mondta, a II. Világháború legszélesebb körben érintette a nemzeteket, és sosem látott mértékű pusztítással, pusztulással járt. A katonai és polgári áldozatok száma 55 millióra becsülhető. Papp László szerint a győzelem napja alkalmából tartott megemlékezések legfontosabb célja, hogy mindenkinek felhívják a figyelmét a béke megőrzésének fontosságára. Az emberiség erkölcsi kötelessége, hogy arra a szörnyűségre, amit számára a II. Világháború jelentett, folyamatosan emlékeztesse saját magát annak érdekében, hogy mindez soha többé ne ismétlődhessen meg. Az ünnepségen a város, a civil szervezetek és a fegyveres testületek képviselői koszorúzták meg az emlékművet. Az 5. Bocskai István lövészdandár nevében Ruszin Romulus tisztelgett a hősök előtt. A dandártábornok szerint a magyar katonák mindent megtesznek a béke megőrzéséért. Legyen ez az ország határon belül, közösen a rendőrökkel a határ mentén, legyen ez valahol távol a kollektív védelem égisze alatt szövetségeseinkkel, a világnak azon a válságpontjain, ahol szükséges katonai erő alkalmazása, Afganisztánba, Irakba, békefenntartás miatt Koszovóba vagy Cipruson, akkor az 5. dandár katonái ott vannak. A győzelemnapi megemlékezések a köztemetőben folytatódtak, ahol az orosz hősi halottak emlékműve előtt tisztelegtek a résztvevők. A tiszteletadások sora a Bocskai téren a román hősi halottak emlékművének megkoszorúzásával ért véget. A történelemmel folytatódtak ma az érettségi vizsgák a középiskolákban. Középszinten 180 percet kaptak a diákok arra, hogy két feladatsort megoldjanak. A Kossuth gimnáziumban 133-an vizsgáztak történelemből. A kereszténység születéséről, az iszlámról, a kapitalista gazdaságról, a Rákóczi szabadságharcról szóló feladatok mellett a dualizmus kori Magyarország gazdaságáról, az első világháború idején kialakult élelmiszerhiányról és egy 1957-es Kádár János beszédről is szerepeltek kérdések az érettségi első rövidebb feladatokból álló részében. A második blokkban esszéket kellett kidolgozniuk a diákoknak. Csütörtökön angolból kell számot adni tudásukról. Jövő hétvégén ismét a robotprogramozás kerül a fókuszba Debrecenben. Harmadik alkalommal rendezi meg a National Instruments virtuális műszerezésért alapítványa a Science No Fiction tudományfesztivált. Ezzel párhuzamosan a First LEGO League robotprogramozási versenyre is várják az érdeklődőket. 6 ország 27 csapata mutatta be tudását a First LEGO League robotprogramozási verseny debreceni elődöntőjében tavaly. Ez csak egy volt a kétnapos Science No Fiction tudományfesztivál programjai közül. A megmérettetés kinőtte a Kölcsei Központot, így a programozási versenyt ebben az évben már a Főnix csarnokban rendezik meg. Eddig amilyen versenyeket itt tudtunk szervezni az FLL, tehát a First LEGO League kapcsán, az volt magyarországi döntő, volt kelet-európai döntő, volt már európai döntő.
döntő is, de most jutottunk el arra a szintre, hogy megkaptuk a világdöntő megrendezésének a lehetőségét, és itt 67 csapattal kell már foglalkozni. A Science Nonfiction-ra, vagyis a Tudományfesztiválra viszont továbbra is a Kölcsei Központba várják az érdeklődőket jövő pénteken és szombaton. A National Instruments virtuális műszerezésért alapítvány a harmadik éve rendezi meg az eseményt annak érdekében, hogy minél több diákot tereljen a mérnöki pálya irányába. A programokat beharangozó sajtótájékoztatón Papp László polgármester azt mondta, Debrecen tudatosan épít brandet nemzetközi szinten a gazdaságfejlesztés területén, ennek pedig fontos része, hogy ilyen rendezvények legyenek a városban. Az elmúlt években számos új vállalat érkezett Debrecenbe, nagyon komoly műszaki, tudományos hátteret igénylőek ezek a vállalatok, már a középfokú oktatásban, az egyetemi oktatásban igyekszünk erősíteni azokat a műszaki képzési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezek a vállalatok munkaerőpiaci igényei kielégíthetőek legyenek. A Tudományfesztiválon az interaktív bemutatók mellett Farkas Bertalan űrhajós is előadást tart majd, illetve a kiállítók között bemutatkozik elektromos autójával a Tesla is. Több mint 1,5 millió forintos kárt okozott a tűz a DNS János utcai társasházban az első becslések szerint. A 100 lakásos épület pincéjében vasárnap este csaptak fel a lángok. A társasházban egy matrac gyulladt ki eddig ismeretlen okokból. A lakók közül senki nem sérült meg. A lakásokban már a víz és az áramellátás is helyreállt. Utóbbi a pincében és a házhoz tartozó varázssorban viszont még akadozik. A lakók tegnap a biztosító kérésére összeírták a károkat. Ma délután pedig megérkeztek a kárszakértők is, hogy felmérjék a javítás és a helyreállítás költségét. A becslések szerint a végösszeg meghaladja a 1,5 millió forintot. A közös ingóságokban esett kár pedig további 800 ezer forint. A társasháznak volt biztosítása, így a lakókat várhatóan semmilyen költség nem terheli. 175 évvel ezelőtt jelent meg Debrecen első magyar nyelvű újsága, a Debrecen Nagyváradi Értesítő. Ennek apropóján ma koszorúkat helyeztek el az egykori szerkesztőség épületénél a Dósa Nádor téren. Ezt követően pedig bemutatták az egykori kiadvány szellemi utódját, a denagy.hu internetes hírportált. Ma már csak ez a tábla jelzi a Debrecen Nagyváradi Értesítő egykori szerkesztőségének székhelyét. A Dósa Nádor tér 7 szám alatti épületnél ma koszorúkat helyeztek el a lap megjelenésének 175. évfordulója alkalmából. A Debrecen Nagyváradi Értesítő leginkább hirdetéseket közölt, eleinte hetente adták ki, majd később havilap lett belőle. A hirdetés áramoltatása miatt alakult, csak aztán úgy tűnt, hogy nem volt elég hirdető, és ezért kellett egy idő múlva szép irodalmi anyagokkal megspékelni a lapot, ami hát egyébként mondjuk nem volt túl nagy baj. A lapban megjelentek például Petőfi Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Ady Endre és Móricz Zsigmond művei is. Az értesítő csak nem 60 évig volt a Debrecen és Nagyvárad közötti kapcsolattartás legfontosabb eszköze. 1902. augusztusában szűnt meg, mert már inkább napilapokra volt igényük az olvasóknak. Papp László polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy ma is ezer szál köti össze a két nagyvárost. Egy határ elválaszt bennünket, de ezt mi gyakorlatilag nem kell, hogy olyan tényezőként vegyük figyelembe, amely valóban elválaszt bennünket, hiszen az emberi, kulturális és egyéb vonatkozású kapcsolataink felülírják a 1920-ban közénk meghúzott határ. Ebből az alkalomból mutatták be a Debrecen Nagyváradi Értesítő nevű internetes újságot, ami a két város híreiről, eseményeiről, programjairól számol be. Nem sikerült fordítani, a Puskás Akadémia jutott a labdarúgó magyar kupa döntőjébe. A DVSC-nek 4 gólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a tegnapi visszavágón, de csak 2-0-ra nyert a Loki. Egy másik hajdúsági együttes azonban még döntőbe kerülhet, ha a Balmazújváros ma este legyőzi az Újpestet. A 38. percig kellett várni az első gólra a magyar kupa visszavágóján. Tőzsér Dániel kapura tartó lövése elakadt Tisza Tiborban, a középpályás pedig nem hibázott néhány méterről. A Lokinak legalább 4 gólt kellett volna szerezni a továbbjutáshoz, a félidőben azonban még csak 1-0 volt az állás. Úgy gondolom, hogy meccsképe alapján lehet, hogy több góllal is nyerhettünk volna, de hát itt az első mérkőzés árnyékában kellett játszanunk, úgymond, hisz
azért az elég nagy hátrány volt. A második játékrészt remekül kezdte a DVSC. Az 50. percben Jovanovics beadását Takács fejelte a hálóba. Herceg András három támadót is pályára küldött, Sóst, Mengolót és Bereckit. Több gól azonban nem született, így 4-2-es összesítéssel a Puskás Akadémia jutott a döntőbe. Ma szerintem mi voltunk a jobbak, megérdemelten győztünk. Óriási csoda kellett volna ahhoz, hogyha az első mérkőzés után tovább jutunk. Sajnos ez megint egy nagy tanulópénz volt így a csapatnak, hogy ilyenkor, mert azért nem szabad ilyen hibákat elkövetni. A vezetőedző szerint az első mérkőzésen dőlt el az elődöntő. A kisebbik cél a győzelem összejött, de a továbbjutás nem. Apró öröm, hogy a találkozón bemutatkozott egy újabb debreceni nevelésű játékos. Kusnyi Erik személyében egy újabb saját nevelésű játékos, egy 2000-es születésű srác mutatkozott be, és nagyon nagyszerűen teljesített. Hát én azt gondolom, hogy a játékosok mindent megtettek, emelt fejjel jöhettek le a pályáról. A DVSC a következő mérkőzését a Diósgyőr ellen vívja a bajnokságban. A keleti rangadót szombaton délután 5 órától játsszák a Nagyerdei stadionban. A táncé lesz a főszerep hétvégén Debrecenben. A Phoenix csarnokban rendezik meg a latin-amerikai táncok Európa-bajnokságát és a Phoenix kupát. Több mint 30 ország versenyzőit láthatják majd az érdeklődők. Széles Diana alpolgármester a programmal kapcsolatban azt mondta, a város számára fontos az eseményturizmus, ami növeli a vendégészakák számát. Már lázasan készülnek a latin-amerikai táncok Európa-bajnokságára a hazai táncosok. Országonként a két legjobb páros indulhat. Magyarországról 3 versenyző is a főszervező Valcer Tánc Stúdió tagja. Az EB rendezési jogát tavaly kapta meg Debrecen, miután az Európa-bajnokság szervezését Magyarországnak ítélte a Nemzetközi Sporttánc Szövetség. Bíró Csaba főszervező azt mondta, 35 ország 65 párosát látják vendégül a hétvégén a Civisvárosban. Ahol ilyen sok páros és ilyen sok nemzet részt vett, még nem volt Magyarországon. 2006-ban volt Szombathelyen a Szavárdia táncversenyen Latin-Európa-bajnokság, azóta ekkora volumenű verseny nem volt. Nagyon fontos és nagyon nagy lehetőség ez a táncosok és az egész magyar táncsport élet számára. Széles Diana alpolgármester úgy fogalmazott, Debrecen a kezdetektől az Európa-bajnokság mellé állt, mind infrastruktúrában, mind anyagilag támogatják a versenyt. Az alpolgármester hozzátette, Debrecen számára fontos az eseményturizmus, és egy ilyen táncverseny remek alkalmat jelent arra, hogy sokan megismerhessék a várost. Ide jönnek külföldről, ide jönnek az országból rengetegen, rengeteg turista lesz a városban, több mint 800 vendégészakát generál csak ez az egy esemény, és ez természetesen ez a vendégészakát. A szám, ez itt az itteni szállásadóknál és az itteni vendéglátósoknál fog lecsapódni bevételként. Ezek a táncosok az Európa-bajnokság kísérő rendezvényére, a World Open Standardre készülnek. A Phoenix kupára 40 ország 160 párosa nevezett. A hétvégi verseny legjobbjait egy 30 tagú nemzetközi zsűri fogja kiválasztani. Ma adták át a Hajdubi harmegyei önkormányzat sport ösztöndíját. Heten vehették át a kiemelkedő sport és tanulmányi eredményekért járó kitüntetést a Megyeház Bocskai termében. Az ösztöndíjat 17 évvel ezelőtt alapították. A díjazottak között 3 röplabdázó, 2 vívó, 1 tollaslabdázó és 1 labdarúgó volt. A megyei önkormányzat idén emelte a díjösszegét. Összesen 1,5 millió forintot osztottak szét. Ilyen támogatásban eddig több mint 100 a debreceni egyetemen tanuló sportoló részesült. Az ösztöndíj célja, hogy itt tartsa azokat a fiatalokat, akik kiváló sport és tanulmányi eredményeikkel példát mutathatnak. Talán később ők képzik a jövő utánpótlás sportolóit is. Azt gondolom, hogy Hajdubi harmegyének, Debrecennek, vagy mondhatnám az összes megye 82 települését, és fontos ez, hogy meg tudjuk tartani azokat az embereket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Nem csak a sportban, hanem a tanulásban is. Hírműsorunkat látták, riportjainkat megtalálják a dehír.hu hírportálon, illetve a Média Centrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Friss információkkal, hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!